Köszöntöm kedves nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban Varga Zsuzsa Ritát, a pedagógiai szakszolgálat Szentendrei tagintézményének igazgató helyettesét, és hát most megbízott vezetőként ülsz itt. Egy kicsit beszélgessünk arról, ugye pszichológus is vagy, tehát régóta dolgozol már a pedagógiai szakszolgálatnál. Októberben vetted át a megbízott vezetői pozíciót. Uh-huh. Mennyire okozott ez nehézséget számodra? Hát ami a legnagyobb nehézség volt, az az, hogy a munkának a mennyisége az hirtelen nagyon megnőtt, bár a kollégáim mindenki nagyon támogató volt és segített, és a kezem alá dolgozott bizonyos szempontból, de hogy ugye most egyrészt helyettes is vagyok, mint eddig, illetve a vezetői feladatokat is megkaptam, úgyhogy most két helyszín között ingázom, Szentendre és Pomász között, és mind a két épületnek az életét aktuálisan tulajdonképpen tudnom kell, követnem kell, úgyhogy ez az, ami főként változott. Magukba a vezetési folyamatokban már eddig is ugye besegítettem az eddigi tagintézményigazgató mellett, úgyhogy ilyen szempontból nagy különbség nincsen, bár a kifelé való kommunikáció az nyilván egy plusz feladat lett az én számomra most. Egyébként ugye a pandémiás helyzet is okozott változásokat a pedagógiai szakszolgálat életébe. Ez is plusz nehézségként jelentkezik, vagy mik azok a plusz feladatok, amik vagy kevesebb lett a munka? Hogy működik ez most nálatok? Hát kevesebbnek semmiképp nem mondanám. Ugye tavasszal mi is elsősorban online végeztük a munkánkat, amikor ugye nagy országos lezárás volt, most viszont tulajdonképpen személyesen folytatjuk főként a megsegítéseket, vizsgálatokat, terápiás folyamatokat. Ez alól van egy pár kivétel, hogyha a szülő esetleg azt kéri, hogy online zajoljanak ezek a támogatások, vagy a kollega online munkát végez, úgyhogy ezek a különbségek vannak most, de tulajdonképpen nagy vonalakban ugyanaz a feladatunk, ugyanabban a formában, mint eddig, nyilván a higiéniás szabályokra, illetve arra, hogy beteg gyermek ne jöjjön hozzánk, akkor inkább új időpontot adunk neki, tehát ezekre kell nagyon figyelnünk. Egyébként gondolom, hogy azért egy ilyen munkánál a személyes találkozás az nagyon sokat jelent a gyerekek szempontjából. Az első hullámban mennyire okozott nehézséget az, hogy online mentek ezek a foglalkozások? Uh-huh. Lehetett-e, volt olyan, mondjuk a csecsemőknél nem tudom, hogy működik az, hogyha nem viszi be személyesen vizsgálatra? Úgy nézett ki a munkánk a tavaszi hullámban, hogy ahol kisebb gyerekről volt szó, akár a korai fejlesztés, akár óvodás, kisiskolás gyerek esetében, ott nagyon sokszor szülőkonzultációval váltottuk ki ezeket a személyes találkozásokat. Ugye a szülők már jobban szokva vannak ehhez az online világhoz, és hát attól függ, hogy milyen területen dolgozik a kollega, de sokszor feladatokat küldtünk ki, konzultáltunk a megvalósításáról a szülőkkel, ez alapján állították össze a kollégák a további feladatokat. Csecsemő konzultációk azok nyilván alapból is inkább a szülővel zajlanak, de a szülő volt a fizikai kezünk ezekben a folyamatokban, mi pedig irányítottuk őket, segítettük őket abban, hogy mit lehet csinálni ebben a helyzetben otthon a gyermekkel, hogy ne akadjon meg a fejlesztése. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ebben az időszakban is tudtátok ezt folytatni, ilyen B-tervekkel, meg mindenkinek igazából nagyon sok szférában kellett kreatívan megoldani az adott szituációt. Mielőtt belemennénk abba, hogy a pedagógiai szakszolgálat milyen feladatokat lát el, és egy kicsit képbe kerülnénk ezzel kapcsolatban, beszélgessünk egy nagyon fontos időpontról, a január 15-éről. Idén ugye ez volt a határidő, ami lehetett a szülőknek kérvényezni azt, hogy a gyermekük még egy évet az óvodában töltsön.
Ugye 2020-ban, hogyha jól tudom, akkor változott meg a szabályozás a korábbiakhoz képest, és az oktatási hivatal dönti el mostantól, hogy ki az iskola érett. Ez mennyiben jelent nehézséget, vagy mi a menete ennek az egésznek, mi ez a amire tényleg oda kell figyelni? Ugye ebben a helyzetben az egyik nagyon jelentős különbség az eddigi szabályozáshoz képest, hogy csak a szülő nyújthat be kérelmet az oktatási hivatal felé, tehát a szülő dönti el, hogy ő szeretné-e, hogy maradjon még egy évet a gyermek óvodában. Nyilván ezt legtöbbször és ideális esetben az óvodapedagógussal való konzultáció megelőzi, illetve mi mindig is javasoltuk a szülőknek, illetve az intézményeknek, hogy az oktatási hivatalba benyújtott kérelem mellékleteként mindenképpen mellékeljenek pedagógiai jellemzést is a gyermekről és véleményt, és ez nagyon nagy segítség a mi számunkra is, amikor az oktatási hivatal kirendel minket szakértőként, mert akkor látjuk mind a két véleményt, oldalt, amikor vizsgáljuk a gyermeket. Ugye ez volt az egyik fő különbség. A másik nehézség pedig az, azt gondolom, hogy az, hogy ez az új rendszer, ez elég átláthatatlan volt még a szülőknek, nem tudták, hogy mire számítsanak, nem tudták, hogy milyen eséllyel küldik be a kérvényt, milyen eséllyel fogják megkapni a halasztásra az engedélyt az oktatási hivataltól, és ezért sok ilyen bizonytalanságra és ezzel kapcsolatos kérdésre kellett reagálnunk, válaszolnunk, akár a szülők, akár az óvodák részéről sok ilyen típusú megkeresés érkezett. Ami még egy bizonytalansági faktor volt, és amit sokszor kellett megválaszolnunk kérdést, hogy van egy olyan passzus az új törvényben, hogy mi is nyilatkozhatunk az iskola kezdésről bizonyos esetekben, és hogy mik ezek a bizonyos esetek, ezekkel kapcsolatosan volt még sok megkeresés az irányunkban, tehát hogyha eleve beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekről van szó, vagy ennek a gyanúja áll fent, ugye az óvodapedagógus szerint, akkor küldhették hozzánk vizsgálatra az első fél évben, az őszi időszakban ezeket a gyerekeket, és akkor ennek a vizsgálatnak a keretében tudtunk nyilatkozni az iskola kezdésről is, vagy annak a halasztásáról, de ez a határidő ugye január 15-tel lejárt, és ez minden tanévben így lesz ezentúl, hogy az őszi időszakban ezeknél a vizsgálatoknál mi tudunk nyilatkozni, és utána pedig az oktatási hivatalba kell beküldeni a kérelmet. Ami ezzel kapcsolatosan nagyon fontos tudnivaló, én azt gondolom, hogy nem érdemes szakértői vizsgálatot kérni azokban az esetekben, amikor nincs más egyéb probléma az iskola éretlenségen kívül. Ilyenkor ugye nem is tudunk nyilatkozni, tehát hogyha nem alapozódik meg ez a nehézség, illetve ennek a gyanúja, akkor nem is tudunk nyilatkozni a halasztásról, és nagyon megterheli a rendszert az, hogy ennyi plusz vizsgálatot kell elvégeznünk az óvodás korosztályban. Úgyhogy egy picit ez a várólistánkra is hatással volt az elmúlt időszakban, illetve még van is, tehát hogy dolgozzuk le ezt a plusz feladatot, ami ilyen módon most a mi kezünkbe hullott. Egyébként pont erre akartam kitérni, hogy mik a tapasztalatok, hogy az előző évekhez képest, így a januárt megelőző időszakban, vagy ugye a határidőt megelőző időszakban, mennyire növekedett meg azon vizsgálatok száma, vagy szülői kérések száma, hogy vizsgálják meg a gyereket? Nagyon. Nagyon nagy arányban, tehát, hogy most így pontos számot nem tudnék mondani, de november óta körülbelül 100 ilyen óvodás vizsgálatot végeztünk, ami még nem az oktatási hivatal által kirendelt kérelmekből adódott, hanem hozzánk érkezett be. Ez mindenképp egy nagyon nagy szám ahhoz képest, ami az elmúlt években jellemző volt. Tehát, hogy valószínűleg azoknak az eseteknek egy része is nálunk landolt így a novemberi
decemberi időszakban, ami inkább az oktatási hivatalba kellett volna, hogy beérkezzen január után. Mivel csak szülők, az iskola, gondolom, igen. Próbálták megelőzni ezt a dolgot és előre bekérni. Mi a helyzet azokkal, akiknél az oktatási hivatal elrendeli a vizsgálatot? Ezt meddig kell lefolytatnia a pedagógiai szakszolgálatnak? Meddig kell nyilatkoznia erről? Ugye azt fontos tudni, hogy amikor beküldi a kérelmét a szülő, akkor két úton dönthet az oktatási hivatal, vagy saját hatáskörben dönt, mert elég információ áll rendelkezésére a kérelem alapján, vagy a beküldött vélemények, szakvélemények alapján arról, hogy meghozza a döntését. Ugye így dönthet úgy is, hogy elfogadja a kérelmet, és helyt ad neki, vagy hogy elutasítja a kérelmet. És hogyha úgy ítéli meg az oktatási hivatal munkatársa, hogy nincs elég információ az alapján, hogy ezt a kérelmet meg tudja ítélni, el tudja dönteni, akkor rendelnek ki minket szakértőként való közreműködés keretében az iskola érettségi vizsgálatnak az elvégzésére, és ilyenkor mi megkapjuk a szülőnek a kérelmét, az oktatási hivatal végzését, és elég rövid határidőn belül időpontot kell biztosítanunk a szülő és a gyermek számára az iskola érettségi vizsgálatra. Azt, hogy ez mennyi idő, ezt általában a végzés határozza meg. Most idén eddig körülbelül 80 darab ilyen kérelmet, kirendelést kaptunk az oktatási hivataltól, és február közepéig kell mindegyikre válaszolnunk, de még nincs vége, tehát még tegnap is kaptunk kérelmeket, illetve lehet, hogy még a héten vagy jövő hét elején még befut hozzánk néhány. Akkor ez kihívás, főleg így a pandémiás helyzetben, még pluszban azt gondolom, hogy ezeket feldolgozni. Akkor igazából ezzel képbe is kerültünk, tehát ez a folyamata ennek a dolognak. Viszont egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi az a munka, amit végeztek, akár a Szentendrei Tagintézményben, akár Pumázon. Ugye arról beszélgettünk, hogy csecsemőkortól egészen a középiskoláig követitek nyomon a gyermekek fejlődését, ha arra van szükség. Kezdjük talán ilyen korosztályi bontásban, hogy a szülőnek mikor kell a pedagógiai szakszolgálathoz fordulnia, mondjuk a csecsemőjével? Mi az, ami az a probléma, amit észlelhet? Mi az, amire figyeljen és mindenképpen vigye el kivizsgálni? Ugye a szülőnek ilyenkor nagyon sokszor segít és javasol a védőnő, mert ugye a legkisebb korosztályban a védőnő az, aki folyamatosan figyelemmel kíséri a kisbaba fejlődését, és mindenképp érdemes figyelni arra, hogyha ő azt látja, azt jelzi a szülőnek, hogy valamilyen területen elmaradás tapasztalható. Ez ugye lehet akár a mozgásfejlődésnek az elmaradása, tehát hogy lassabban kezdi meg azokat a mozgásfejlődési szakaszokat a gyermek, mint ami az átlag, ami még mindig egy nagyon széles sáv, de azért ezzel kapcsolatosan a védőnő az mindenképpen tud jelzést adni a szülőnek, vagy hogyha a beszédfejlődését megkésettnek látják, hogy nagyon már mondjuk 2 éves, de még mindig csak egy-két szava van, egyáltalán nem beszél tőmondatokban, egy-két szavas mondatokban, vagy nehezen fejezi ki magát, a kéréseit, az is egy ilyen jel tud lenni, akár az izomzatnak a lazasága, a feszessége, amivel gyakran szoktak megkeresni szülők, vagy akár az annak a nehézsége, hogy a gyermek alapvető szükségleteit a gondozó ki tudja elégíteni, mert valamiért nincs összhangban a gyermek jelzése és a gondozó válasza, vagy bárhogyan próbálja a szülő megnyugtatni a kisbabáját, ez nem sikerül, tehát hogy ilyen regulációs problémákban is szoktak minket felkeresni. És mi a helyzet az idősebb korban? Ugye mondjuk beszélhetünk itt az óvodai beszoktatás, az óvodai gyerkőcökről, hogy náluk mire kell odafigyelni? Ugye ez is egy sarkalatos pont, amikor közösségbe kerülnek, és be kell illeszkedni.
Hát, hogyha a beilleszkedés nehezített, nagyon sokáig tart az, hogy a gyermek rossz kedvel megy óvodába, nem válik le a szülőről, sírdogál reggelente, és nem is megnyugtatható az óvodában, tehát, hogy nem csak egy néhány percig tart ez a folyamat, hanem egész nap tulajdonképpen kíséri a gyereket ez a rossz érzés, akkor mindenképpen érdemes pszichológusi segítséget kérni, egy picit jobban fel tudjuk térképezni, hogy mi az, ami ennek az elválási nehézségnek a hátterében van, vagy hogyha a gyermek nem találja a hangot a kortársaival, nem úgy illeszkedett be a csoportba, már 4-5 éves, de még mindig inkább csak egyedül játszik, ezek ugye a beilleszkedési nehézség kategóriájába tartoznak. Magatartási nehézséget jelenthet, hogyha nagyon impulzív a gyermek, bizonyos helyzeteket nem tud lekezelni barátságosan, vagy az ő szintjének megfelelő probléma megoldással. Ugye ezek a magatartási nehézségek és tanulási nehézség veszélyeztetettségről is szó lehet, hogyha valamilyen olyan sajátos terület, ami ebben a korosztályban már ugye vizsgálható, szükséges, mérhető folyamat elmaradást mutat, akár a rajzolás, akár a mozgások, finom motorika, nagy mozgás, beszéd, ugye már itt iskola érettség szempontjából a matematikai készséget, figyelmet, munkaérettséget, érdeklődést is vizsgáljuk, tehát ezek a területek azok, amik az óvodás korosztályban jellemzőek, és aztán iskoláskorban pedig ugye a pedagógusok szoktak is jelezni, hogyha ilyen típusú probléma van bármelyik tantárnak az elsajátítása során, tehát, hogy nehezen megy a számolás, az olvasás, az írás tanulás, gyakori hibázás van, lassította az elsajátítása az új ismeretanyagnak, jellemző hibák fordulnak elő, ilyenkor mindig jelzi általában az iskola a szülőnek, hogy szükség lenne egy ilyen vizsgálatra, és a szülő és az oktatási intézmény együtt tudja kérvényezni ezt a vizsgálatot nálunk. Ilyenkor szakértői vizsgálatokat szoktunk folytatni. És hogyha a vizsgálat megállapítja azt, hogy fejleszteni kell a gyermeket, akkor ez mit jelent pontosan a szülők részére, hogy akkor heti szinten járnia kell a gyereknek? Nyilván gondolom, hogy mindenkinél más az az időintervallum, amíg szükséges foglalkozni a gyerekkel ilyen intézményi keretek között, de hogy mennyi időn belül láthatnak, tapasztalhatnak változást esetleg a gyermeken? Ugye a fejlesztés az heti 1-től akár 3-4-ig is fel tud alkalomszámban futni. Ugye ennek a területét ezt mindig a szakértői vizsgálat állapítja meg. Van, hogy ez a fejlesztés ez az iskolában elérhető, és most már szerencsére a legtöbb iskolában van fejlesztő pedagógus, aki be tudja osztani a gyerekeket, tehát hogy a szülőnek nem plusz feladat az, hogy délutánonként még ide-oda a gyereket el kell hordani, de vannak olyan speciális fejlesztések, ami nincs az iskolában, ilyenkor mindig bizony ez feladat, akár egy mozgásfejlesztés, akár egy olyan típusú, amilyen szakember nem elvárható, hogy minden intézményben jelen legyen. Úgyhogy ez mindig egyéni megítélés kérdése. Arról beszélgettünk, hogy mi a helyzet azokkal a gyermekekkel, akiknek fejlesztésre van szükségük. De mi a helyzet azokkal, akik mondjuk valamiben nagyon tehetségesek, és mondjuk a korosztályuknál kicsit előrébb tartanak? Mi a tapasztalat, hogy az intézmények, akár az oktatási intézmények tudják-e őket plusz feladatokkal ellátni, pluszban fejleszteni, vagy tényleg így az átlaghoz képest a rosszabb tanulmányi eredménnyel rendelkezőket is felfejleszteni az átlaghoz, és esetleg akik jobbak, azok is az átlagba kerüljenek bele. Mik a tapasztalatok meg, hogy mi a helyzet akkor, hogyha tényleg nagyon ügyes a gyerek? Ugye hozzánk ilyen típusú gyerekek, tehetséges gyerekek több úton, módon tudnak kerülni. Az egyik út, ami egy nagyon érdekes út, hogyha a szakértői vizsgálat során
valamilyen problémával küldi be az intézmény hozzánk ezeket a gyerekeket, és kiderül a szakértői vizsgálatban, hogy mondjuk kiemelkedő képességei vannak akár intelligencia tekintetében, vagy van valami olyan terület, amiben ő tényleg nagyon jó teljesítményt nyújt. Ezeket a gyerekeket hívjuk kettős különlegességű gyerekeknek, mert hogy nehézségeik is vannak bizonyos területen, akár a tanulásnak bizonyos területein is, de van egy olyan tehetségük is, amivel foglalkozni kell. És ilyenkor nagyon fontos az, hogy a pedagógusok differenciáltan tudják foglalkoztatni a gyerekeket, ami egy nagy kihívás az intézményekben, mert ez plusz előkészületet igényel, plusz feladatokat igényel, hogy látjuk, hogyha egy gyerek unatkozik az órán, és ezért terelődik el a figyelme, vagy ez az, ami a magatartására rossz hatással van, hogy valahogy le tudjuk kötni, és az érdeklődésének megfelelő feladatokat, projekteket tudjunk számára biztosítani. Ez a tehetséggondozásnak az egyik útja. Ugye ilyenkor körbejárjuk, hogy az intézményben mennyire van lehetőség akár egy mentortanárnak a kijelölésére, milyen szakkörök elérhetők, milyen plusz elfoglaltságok elérhetők, amik a gyermek érdeklődésének felelnek meg. Akkor ez egy ilyen brainstorming az intézmény részéről, az oktatási intézmény részéről, a pedagógiai szakszolgálat, és esetleg így a család, a szülők részéről, hogy mi az, amivel pluszban le lehet kötni a gyermeket? Igen, tehát ez mindig egy általános felmérése, történik, vagy kezdődik, amikor megnézzük ugye azokat a képességeket, amik kiemelkedőek, azt az érdeklődési területet, motivációs bázist, ami ennél a gyereknél egy erősség tud lenni, illetve a kreativitását, és mindezeknek az ismeretében, fényében próbáljuk meg azokat a lehetőségeket megtalálni a gyermek környezetében, amik az ő számára a legmegfelelőbbek, és ebben valóban az iskola is, vagy akár bizonyos esetekben már az óvoda is, a pedagógiai szakszolgálat és más egyéb külső ellátóhelyek is, és a szülőnek az edukálása, támogatása is nagyon fontos szerepet játszik. Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, amellett, hogy nyilván az is fontos, hogy azokat a gyerekeket, akiknek fejlesztésre van szükségük is felhúzni, de hogy nem szabad elfeledkezni arról, hogy azok, akik meg mondjuk tényleg unatkoznak esetleg órán, és tényleg vannak képességeik azokat így támogatni. Egyébként mennyi idős korig fordulhatnak hozzátok a gyerekek? Tehát pályaválasztási tanácsadás is foglaltatik így a... Van pályaválasztási tanácsadással foglalkozó kolléganőnk is, igen, itt Szentendrén. Tehát ez szokott is lenni egy kérdés, és hát a középiskola befejezéséig tulajdonképpen bárki fordulhat hozzánk, tehát nappali tanulmányok, középiskolai tanulmányok végéig mi vagyunk az illetékesek az ilyen típusú támogatásában a diákoknak. Hát én nagyon szépen köszönöm, azt hiszem, hogy a legfontosabb dolgokat érintettük. Remélem, hogy lesz még alkalmunk így beszélgetni a jövőben is. Köszönöm szépen. Varga Zsuzsa Rita, pedagógiai szakszolgálat igazgató helyettese volt a vendégem. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!